Az Úr legyen veletek. És a felekedben. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! A főtanács halálos ítélete a főpap prófétai szava. Sokan a zsidók közül, akik Máriához és Mártához jöttek, és látták, amit tett, hittek benne. De néhányan közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, hogy Jézus miket cselekedett. Erre a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot, és azt mondták, mit csináljunk? Ez az ember ugyanis sok csodajelet művel. Ha hagyjuk ezt neki, mindnyájan hinni fognak benne. Akkor eljönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk földünket és népünket. Egyikük pedig Kaifás, aki abban az esztendőben főpap volt, azt mondta nekik, ti nem tudtok semmit, és arra sem gondoltok, hogy jobb nektek, ha egy ember hal meg a népért, mintha az egész nemzet elvész. Ezt pedig nem magától mondta, hanem főpap lévén, abban az esztendőben megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a nemzetért, és nem csak a nemzetért, hanem hogy az Isten szétszórt gyermekeit egybegyűjtsön. Attól a naptól tehát elhatározták, hogy megölik őt. Ezek az evangéliumok igéi. Áldunk téged, Krisztus! Testvérek, mielőtt elkezdett prédikálni, egy kicsit imádkozott, mert túl sok mindent akarok elmondani, és ne legyen túl sok, hanem pont annyi legyen, amennyikről. Ti is imádkozzatok értem most magatokban. Drága Szentlélek, kérlek, hogy te szólj most. Kérlek, Szentlélek, hogy tisztítsd meg az elmémet. Tisztítsd meg a szívemet, a testemet. Köszönöm neked, Jézus Krisztus, hogy te kínhalált haltál azért, hogy az ige hirdetéssel magmást Isten gyermekeit. Jézus Krisztus, teremts bennem, kérlek, alázatot, hogy csak azt, és csak úgy mondjam, és csak azt adjam át, amit te kívánsz. És kérlek, hogy bocsáss meg a védkeimet ebben a prédikációban, hiszen tudom, Uram, hogy most is bűnös vagyok, és tudom, Uram, hogy most is bármennyire is szeretném elkerülni, még ebben a prédikációban is fogok bűnöket elkövetni, még ebben a szennyiségben is. De kérlek, Uram, hogy ne a vétkeimet nézzed, hanem az egyház hitét, amivel vallja a te halálodat és várja a te föltámadásod utána a visszajöveteledet. Várunk vissza téged, Jézus, és hívunk téged a Szentlélekkel együtt, hogy gyere vissza. És Uram, arra vágyunk, hogy valóban ezt megélhessük, hogy te visszajössz közénk. Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Jézus nagyon szeret benneteket. Jézusnak csodálatos terve van veletek. Erre az első tanításra a Bazileus Link olvasó táborunkban azt a kérdést tettem fel magamnak, hogy milyen alapélményből született a Mária nővériség, a Bazileus Link önéletrajzát, illetve az Izraelről írt rövid elmélkedését olvastuk előkészületként, meg olvassuk ebben a három napban.
és utána is folytathatjuk. Én jelenleg az önéletrajzának az első 80 oldaláig jutottam. Az elmúlt egy hónapban szinte egy napot is hagytam ki, de minden nap csak egy 2-3 oldalt olvastam. De egyre beljebb kerültem. Keveset olvastam, mert talán van az egész egy 2-300 oldal is. De ez a 80 oldal, ez már nagyon átdolgozott. Például tegnap este olvastam azt a részt, amikor az Erikának, a későbbi mártűri anyának, akivel együtt alapították ezt a közösséget, írt egy levelet a születésnapjára, sok-sok évvel korábban. Ugye ez a napló az valamikor a 70-es években született, és a 30-as években írta a születésnapjára az üzenetet. És az egész arról szól, hogy megköszöni Istennek a bűnbánat ajándékát. Na hát, én mindig lefekvés előtti utolsó 5 percben olvasom el ezt a napi 2-3 oldalt. Hát egész éjszaka a bűnbánatról álmodtam. Egy régi barátomtól sírva kértem bocsánatot, meg ilyesmik történtek éjszaka álmomban. És reggel, amikor fölébredtem, akkor már ébren, egy olyan tudatállapotban voltam hosszú percekig, hogy így ültem az ágyban, nem volt az a szokásos gyerünk, csináljuk a napot feeling, nem kellett gyors menni a WC-re, hanem így egy olyan állapotban voltam, mint hogyha egész éjszaka imádkoztam volna, és így azt éreztem, hogy egy ilyen éjszaka után nem élhetek úgy, mint eddig. És ugye ez a bűnbánat, ez annyira kiforgatott most, hogy délelőtt, amikor így mentem az autóval betegeket látogatni, és a szokásos kis bűnök, amiket már öntudatlanul sem veszek észre, csak talán egy picit tudom, hogy ez az én szokásos kis bűnök, azok így estek lefelé, minden pillanatban. Olyan volt a nap nagy része, mint egy ilyen tükörbenézés. Szóval ilyen hatása lehet annak, hogyha egy szent személynek a gondolatait igazán beengeded a szívedbe. Én hiszem azt, hogy ez a Bazilás Link anya, a Mária nővériség alapítója, az Úr egyik különlegesen fölkent prófétája a számunkra, és nagyon hálásak lehetünk azért, hogy ilyen közelről mi elmélyülten foglalkozhatunk vele. Szóval, milyen alapélményből született a Mária nővériség? Röviden egy mondatban, Isten igazságosságának és kegyelmének megtapasztalásából. Tehát képzeljétek el azt a pillanatot, amikor Darmstadtban 1944-45-ben néhány fiatal nő, 30 pár évesek, óvóhelyen a pincében imádkoznak, mélyen hívő megtért nőkről van szó, és döbbenten tapasztalják azt, hogy teljesen lebombázzák a városukat, ők maguk bármely pillanatban meghalhatnak, és biztos, hogy ebben az állapotban hát közel vannak a sokhoz, a mindenféle extrém érzésekhez és gondolatokhoz. És ebben az állapotban hittel imádkozva azt a fölismerést kapják, hogy az ő népük, a német nép most Isten büntetését szenvedi el. És ők, akiknek semmi közük nem volt Hitler őrületéhez, ugyanúgy áldozatai, és ugyanúgy részesei a nép bűneinek és a nép szenvedéseinek.
Amikor véget ér a háború, akkor a szétbombázott város a saját házaik, a saját lakóházaik romjaiból, azokból a kövekből elkezdenek építeni prófétai vízióval egy kápolnát, egy későbbi hatalmas szellemi lelki központot, aminek azt a nevet adják később, hogy Kánaán, a Mária nővériségnek a központja ez. Egy kicsit ezt a tapasztalatot szemléljük annak az igének a fényében, amit Szent Pál mond a római levélben, lásd meg Isten jóságát és szigorúságát. Lásd meg egyszerre Isten jóságát és szigorúságát. Mert Isten végtelenül jó. Annyira jó, hogy holnap reggelig egyfajtában kéne erről újonva beszélnünk, hogy mennyire jó. És ez tényleg így van. De ugyanúgy holnap reggelig kéne egyfajtában beszélnünk arról, hogy mennyire szigorú. Mert ezt mondja Szent Pál, hogy lásd meg Isten jóságát és szigorúságát. Mondja a rómaiaknak, és pont arról a témáról mondja ezt, ami ezeknek a drága darmstadti nővéreknek egy nagy alapérzékenységet adott, hogy ők azt kapták ebben az imában, hogy Isten azért bünteti most ezt a népet, a német népet, az ő népüket, mert kollektíve a német nép megtámadta Isten választott népét, és ki akarta írtani a zsidókat, Izrael. És Szent Pál az Izrael misztériumáról való elmélkedés közben mondja ezt a nagyon erős gondolatot, Római Levél 11.22. Lásd meg tehát Isten jóvoltát és szigorúságát. Azok iránt, akik elestek a szigorúságát, irántad pedig Isten jó voltát, ha megmaradsz a jóságban, máskülönben téged is le fognak metszeni. A római levélnek ez a 9-10-11. Fejezete Izrael misztériumáról szól, arról, hogy milyennek a dinamikája, hogy fog alakulni a történelemben, az, hogy Jézus a saját népe elutasította. Most egy picit menjünk vissza ehhez a ponthoz, hogy a népünk megtámadta Isten népét, és mi most egy büntetést szenvedünk el. Két héttel ezelőtt néztem a római riportoknak az épp aznap kiadott kis rövid videóját, a június 23-ai videót, amiben Ferenc pápa épp arról beszél, hogy jövőre 2020-ban szeretne Irakba ellátogatni, és ekkor mondja ezt, szó szerint kiírtam. Gyakran gondolok Isten haragjára, amit azon országok felelőseire szabadít, akik békéről beszélnek, de fegyvereket adnak el ezekhez a háborúkhoz. Ez a képmutatás bűn. Embereket zsúfolnak fel a hajókra, akik a reményt keresik, nem tudva, hogy melyik kikötő fogadhatja be őket Európában, amely ugyanakkor megnyitja a kikötőit olyan kifinomult és drága fegyverek szállításához, amelyek a gyermekeket sem kímélő pusztításra képesek. Ez a képmutatás, amelyről beszélek. Ezek a bűnről beszélni, vagy az igazságról beszélni, Isten jóságáról, vagy Isten szigorúságáról beszélni, ezek szellemi igazságok. Mi a különbség a szellemi igazság és egy sima emberi természetes hozzáállás között? Egy példa, egy körasztalási magbeszélés során
szóba kerül az, hogy a lehetséges karasztanya hát élettársi kapcsolatban él, ad házasság, összeköltözés, összeborulás, lehetne erre mindenféle gúnyos szavakat mondani, hát egy szóval bűn, bűnbeni, ugye? Nem tiszta kapcsolatban. És hát sajnos nem lehet így tanúságtevő karasztanya. Nem sajnos, hanem ez a következménye, ez a szigorúsága a dolognak. Erre megszólal valaki a jelenlévők közül, hogy de hát a lakcímkártyáján még az van, hogy otthon lakik. Na most ilyen egyszerűen megvilágosodhat előttünk a különbség a természetes, pusztán földi, pusztán emberi gondolkodás és a szellemi hitbeli látás között, hogy a kettő az ég és föld. Ég és föld. Mert Isten a bűnt látja. Nem azt, hogy a lakcímkártyán még igazából ott van. Isten másképp lát. Ő az igazságot látja, mi pedig azt, amit próbálunk összerakni a fejünkben. Isten haragjára gondol a nagy irgalmasságot hirdető pár, mégpedig gyakran gondol Isten haragjára. Szóval ebből a tapasztalatból egy kicsit tovább gondolták ezek a drága jó bazilás anyáék azt, hogy mi történik itt? Miért van ez, amiben én vagyok? És mivel ezt tényleg őszintén imában alázatosan bűnbánattal kérték, ezért Isten, a fönséges király méltóztatott megmutatni nekik a helyes választ. Méltóztatott megmutatni nekik a helyes választ. És a helyes választ a kérdésükre az, hogy megtámadtátok az én választott népem. És ezért én válaszul most meg fenyítelek benneteket. Mert Isten igazságos, és jóságos, és szigorú. Sok minden van még ebben a tapasztalatban, amiről ők maguk és a könyveik biztos sokkal többet tudnak elmondani, mint én. Nem akarok úgy föltűnni, mintha én ezt mélységében teljesen átlátnám. A most hallott szentírási olvasmány. Nem véletlenül hangzottak el, tudatosan választottam őket. Elhangzott az, hogy ti nem tudtok semmit, és arra sem gondoltok, hogy jobb nektek, ha egy ember hal meg a népért, mintha az egész nemzet elvész. Szellemi igazság. Jézus Krisztus meghal az egész népért. Ő a megváltó. Ezt pedig nem magától mondta, hanem főpap lévén abban az esztendőben megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a nemzetért, és nem csak a nemzetért, hanem hogy az Isten szétszórt gyermekeit egybegyűjtse. Mennyire érezzük át azt, hogy mi nem csak önmagunkban álló egy személyek vagyunk, hanem egy közösség tagjai, hordozva a közösség örökségét. Szentírási részlet, Leviták könyvéből. Ezt nem hangzott el, de most felolvasom. 4. fejezet, 13. vers. Ha Izrael egész közössége téved meg, és tesz meg tudatlanságból valamit, ami az Úr tilalma ellen van, és azután rájön bűnére, mutasson be bűnért egy fiatal bikát. Tehát már ott volt a szellemi látás, a fölismerés, hogy van olyan, hogy egy egész közösség egyszerre megtéved. És talán közülük senki nem tudja azt mondani, hogy te gyerekek, nem arra kéne menni, mert ott lesz a szakadék. Hanem az egész közösség egyszerre, szinte egyhangulag megtéved. Másik eset,
néhány sorral följebb, Leviták könyve 4. fejezet. Szólj Izrael fiaihoz, ha valaki tudatlanságból bűnt követel azáltal, hogy az Úr valamelyik tilalma ellenére megtesz valamit, aminek megtételét az Úr megtiltotta, ha a fölkent pap követel bűnt, bűnbe ejtve népét, akkor mutasson be bűnért egy hibátlan fiatal bikát az Úrnak. Bűnbe ejtve népét. A fölkent pap. Bűnbe ejtette az egész népét. Valamivel. Tehát az egyes ember bűnbe ejtheti az egész népet, és az egész nép is, másik irányból nézve, együtt is magtévedhet. Ez a szellemi igazság. Van az örökségünkben, mint magyar nép, vagy mint cigány nép, vagy mint zsidó nép, vagy német nép, és komplett emberiség, egy áteredő bűn, van örökségünk, amit készen kapsz. Gondolj bele, hogyha a fölmenő így 15-10-iglen jobbra-balra 26 öngyilkosság volt, akkor ne csodálkozz, hogy rögelte estig öngyilkos gondolataid vannak. Ezt kaptad örökségül. Ha tetszik, ha nem. Nyilván küzdhetsz ellene egy szellemi igazsággal, hogy Jézus Krisztus mag váltott, és ki akarom ezt írtani a szívemből, ezt a hazugságot, ami az öngyilkosság felé akar engem terelni. Amikor olvastam a az elmúlt napokban Bazilás Lincoln önéletrajzát. Már mondtam ezt a kis tapasztalatot a bűnbánatról, meg az ének, vagy az álomra és a lelkemre hatásról. Volt egy még magrendi több korábban egy pár nappal, amikor ezer dolog miatt nagyon nyomorultnak éreztem magam. Arra indított a Szent Lélek, hogy ezt az önéletrajzot és az így leírt imád vegyem a kezembe, és térdeljek le, és letérdeltem, és elkezdtem ezt az imát hangosan, egymás után mondani, és nagyon-nagyon erős volt. Azt kérem, hogy a halál minden sötét és félelmetes órája lelkem legbensőbb rejtekeiben adjon helyet a szeretetnek, amely mindent elvisel, mindent remél, mindent eltűr háladással azért, mert a múltban mindig átvezettél az ilyen időszakokon. És ahogy ezt az imát így mondogattam, ott letérdelve egymás után többször magismételve, egyre nagyobb hittel éreztem, hogy megtörténik az, ami benne van. Hogy a lelkem rejtekeiben lévő sötétség elkezd helyet adni az Isten szeretetének. És egy szabadulás történt benne. Néhány nap múlva egy kis csapattal elutazhatunk oda együtt Bámfeldbe a Mária nővérekhez, az ő általuk elnevezett kis Kánaán nevű földre. Megláthatjuk azt, ahogyan ők élnek, és a több mint 70 éve, ahogyan ők ott imádkoznak. De ha valaki nem is tud oda eljutni, nagyon sok minden megérthet azáltal, hogy olvassa a könyveit, vagy a róluk készült filmeket nézi, és a nővérek is szoktak Magyarországra jönni. Lehet velük találkozni. De nyilván ez az egész szellemiség teljesen evangéliumi, úgyhogy aki az evangéliumot olvassa, az tudni fogja, hogy ez egy, nem pedig kettő. Végezetül hoztam nektek egy kis film részletet, a Szamszára, a lét körforgása című filmből, amit azért szeretnék nektek megmutatni, mert úgy gondolom, hogy ez a jelenet a filmben a pokolról szól. Tudnunk kell, hogy milyen a pokol, azért, hogy ne jussunk oda.
én tudom, milyen a pokol. Én megtapasztaltam, hogy milyen a pokol. És nagyon nem akarok oda jutni. Amikor ezek a drága jó német evangélikus magtért hívő nők ott imádkoztak a pincében, tulajdonképpen ítélet alatt voltak, az Isten haragja alatt voltak, gyakorlatilag közel állhattak akár még a megörüléshez, meg az elkárhozáshoz is. Nem tudhatjuk, hogy ők abban a mélységben mit éltek át. Tudjátok, hogy a pokol ugyanúgy egy karnyújtásra van tőlünk, mint a mennyország. És a pokol az megtörténhet ott azokkal a németekkel, vagy magyarokkal, vagy bárkivel, aki megtagadta azt, hogy kijöjjön a bűnből. Kijöjjön a saját személyes bűneiből, és az elődeinek a bűneiből. Aki megtagadja azt, hogy a bűnből kijöjjön, aki megtagadja a bűnbánatnak a fényét és a bűnbánatnak a fájdalmát, aki nem akar lelepleződni az Isten világosságában, az be fog záródni a pokolba. A menthetetlen magányba, amiben nincs szeretet. A menthetetlen magány, amiben nem szeret téged senki, úgy érzed legalábbis, és ez a te valóságod, és te se tudsz senkit szeretni, így érzed. Teljes magány, teljes őrület. Ha elolvassátok a második világháború után a Nürnbergi perről szóló dolgokat, voltak olyan tábornokok, katonatisztok, akik a per során mindvégig állhatatosan kitartottak Hitler imádása mellett. És még a fölakasztás, a halálos ítélet, a fölakasztás előtti utolsó pillanatban is éljen Németország, éljen Hitler kiáltással haltak meg. Teljesen begolyózva. A menthetetlen magány, szeretet nélküliségbe bezárkózva. Egy bálványba. Így haltak meg. Átkozottként. Nem tudhatjuk persze, hogy az utolsó pillanatban Isten mit tett a lelkükkel, tehát ne jelentsük ki róluk, hogy elkárhoztak, de eléggé közel álltak hozzá. De bármelyikünk közel állhat az elkárhozáshoz. A menthetetlen magányban, amikor letagadod a bűneidet, amikor nem akarsz kijönni a világosságra, és félsz az Isten szeretetétől, félsz a gyógyulás fájdalmától. De ne félj a gyógyulás fájdalmától. És azt hiszem erről szól, sok mindenről, de a sok minden között erről szól ennek a Darmstadti közösségnek a küldetése, hogy gyógyítsa az egyházat. Ettől a sebtől, hogy az európai keresztények nagy része kollektíve hozzájárult egy óriási népirtáshoz, ami volt itt a zsidók ellen is, meg egymás ellen is. Mindenki ellen szinte. Az a kis filmrészlet, amit most látni fogunk, nem happy end-el zárul, de a szentmisét folytatjuk, és az viszont Jézus föltámadásával happy end-el zárul.